A 16 játékossal megerősített jégkorong csapatunk bő egy hónapja megkezdte az edzéseket a következő szezonra. A fiúk azonban jeget eddig maximum csak a limonádéjukban láthattak, ugyanis a felkészülés első szakasza a kőkemény fizikai alapozásról szól. A munkát Kis Áron vezeti, aki többek között a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron erőnléti edzőjeként is dolgozott. A közös sikerek pedig Áronnak is még nagyobb motivációt és újabb tanulási lehetőséget kínáltak. Ő tipikusan az a sportoló, aki megcsinálja mindig azt, amit kérek, és érdeklődik, kérdez, nyitott az új módszerekre, és én azt is szeretem, hogyha egy sportoló néha javasol, nem csak hallgat és megcsinálja azt, amit az edző kér, mert akkor tudom azt, hogy foglalkoztatja a dolog, és hogy szeretne fejlődni, szeretne előrelépni, és ezzel engem is arra motivál, hogy folyamatosan fejlődjek és tanuljak. Míg korábban ez egyfajta előny volt, manapság már mondhatjuk, hogy ez a belépő szint, hogy van egy jó erőnléte a sportolónak, egy olyan robbanékonysága, amelyet ki tud használni a többi vívó ellen, és ennek ugye az alapja az erőnléti felkészülés és a súlyokkal végzett munka, valamint különböző kiegészítő gyakorlatok. Vállak lehúzva, stabil törzs, és innen lemész, megérinted, és jössz fel, jó? Új erőnléti edzőnk májusban csatlakozott a szakmai stábhoz, vezetőedzőnk Fodor Szabolcs kifejezett kérésére, akivel korábban az utánpótlás válogatottaknál dolgoztak együtt. Ő hívott fel valamikor nyár elején, nyár előtt még egy picivel, hogy lenne kedvem Ferencváros jégkorong csapatával dolgozni. Nem sokat gondolkodtam, hiszen őt is jól ismerem, és a Fradi is közel áll a szívemhez, úgyhogy ez egy relatíve könnyű döntés volt számomra, hogy a csapat felkészítését elvállaljon. Teljes nyújtások vannak, és egy picit ki is engeded a lapockát, és onnan kezded újra húzni, jó? A sok korcsolyázás, a különböző mozgások, illetve ütközések miatt egy jégkorongozónak speciális erőléti felkészülésre van szüksége. Először szeretném, hogy az ő izomzata egy szimmetrikus, terhelhető, jó mozgáskészségekkel megáldott legyen, és akkor ezt követően tudunk majd elmenni abba az irányba, hogy specializáljuk bármerre is. Nagyon sok srácnál látható, hogy az egyik oldal jóval erősebb, nem 10, nem 15, hanem akár 20%-kal eltérnek az ismétlés számok, vagy mondjuk egy szögdelésnél, egy egylábas szögdelésnél a centiméterben mérhető különbségek. Nagyon sok rotációs gyakorlatot, törzs fordítása járó gyakorlatot kell végeznünk, klasszikus ilyen futóiskolai dolgok, vagy atletikus alapok nem vesznek részt olyan mértékben a felkészítésben, mivel a jégen egészen másképp nyilvánulnak meg ezek a képességek, sokkal fontosabbnak érzem azt, hogy a sportági környezetet mérjük fel. Elsősorban nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan futnak, nem, hogy hogyan karíznak a srácok. Áron szakmai felkészültségét jelzi, hogy az alapozás mellett a sérülésből visszatérő hokisoknak is külön programot írt elő. Többen igényelnek speciális egyéni gyakorlatokat, és itt elkülönítjük a munkát, és kaptak a srácok egyéni korrekciós feladatokat az első körben. Most pedig a programokban is vannak olyan különbségek, hogyha valakinek például korábbi sérülése van, egyéb problémája, akkor őket próbáljuk felzárkóztatni, hogy ezt követően a szezonban már tudjunk úgy dolgozni, hogy a csapategység itt is képviselje magát, és akkor tényleg egy program szerint tudjunk dolgozni. Erőléti edzőnk eddig nagyon elégedett a fiúk munkájával, ugyanakkor látja, hogy mely területeken kell még fejlődni. Idő még van, hiszen az első tétmérkőzés majd augusztus végén a Poprád ellen játsszuk a Visegrád kupában. Gyerünk! 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 Mi van? Mi van? Mi van?